A forró nyári napokon rengeteg család választja a túlparti vagy a medencék melletti feltöltődést. Nem árt azonban az óvatosság, ugyanis a különféle vírusfertőzések gyakoriak a forró nyári hónapok alatt, amelyet a gyerekek leginkább a vízparton vagy a családi kirándulások alkalmával kaphatnak el. A nyári időszakokban nagyon gyakoriak az enterális fertőzések, bár az utóbbi években télen is, amióta elterjedtek a wellness hétvégék, és a téli hónapokban is bőven észleljük őket, hiszen ezek a baktériumok és vírusok a meleg vízben és a tömeges fürdőhelyeken nagyon elszaporodnak. Dr. Vajda Marianna gyermekorvos mindenképp a megelőzésre hívja fel a figyelmet, fontos, hogy fokozottan figyeljünk a higiéniára. Az idei évben különösen tavasszal nagyon nagy rotavírus járvány volt, ami a bölcsödéket és az óvodákat is érintette. Szerencsére túl vagyunk rajta, de most jöttek a jó kis nyári vírusok, amelyek hasmenést és hányást okoztak. A hőemelkedéssel, hasi és gyomorfájdalommal, valamint hasmenéssel, bélhurúttal és egyéb emésztési panaszokkal járó betegségek ellen megerősíthetjük a gyermek immunrendszerét különböző probiotikus szerekkel, ha pedig megvan a baj, a diéta javasolt. Arany Istvánné is odafigyel, hogy 2 éves kislánya minél kevesebb fertőzésnek legyen kitéve. Azt szoktam csinálni, hogy ha hazamegyünk, megint csak kézmosás, de talpos fertőtlenítés, és úgy állok neki bárminek is. Tehát főzni, vagy akár a kisgyerekkel játszani, vagy bármi, mert nagyon, nagyon el lehet kapni mindent. Melegben sokkal jobban terjed a bacillus, tehát a baktériumok, úgyhogy ezekre azért oda kell figyelni. A nő szerint azonban fontos, hogy a szülők felelősségteljesebben gondolkozzanak, és a beteg gyereket ne vigyék egészséges társai közé.